Sziámi, Burma, Maine Coon vagy Perzsa. Birtokba vették a macskák Győr egyik legnagyobb bevásárló központját a hétvégén, hiszen ott rendezték meg a nemzetközi macska kiállítást. A FIFA egy nemzetközi egyesület, amely Európában minden országban jelen van, az egyetlen hazai képviselője pedig a Felis Hungarica. A győri macska kiállítást a Magyar Egyesület hívta életre, amelyen a két nap alatt mintegy 330 cicával találkozhattak a látogatók, és persze a bírók. Minden cicának megvan a saját fajta sztenderdje, ami alapján bírálják ezeket a cicákat. Ez minden cicánál más, minden fajtánál más a fontos. Például a perzsánál ugye nagyon fontos, hogy milyen a fejforma, egy Maine Coonnál nagyon előny, hogy milyen a fülforma, illetve a méret, és ezek alapján, tehát a fajta sztenderdhez leginkább legközelebb eső macskát fogják bírálni, vagy jutalmazni, inkább így mondanám. A nemzetközi macska kiállítása hazánkból is érkeztek kiállítók, köztük Bozsik Albertné, aki 1984 óta tenyészti a fenséges négylábúakat. Számára is kiemelten fontos a minőség, így többször utazott már Kanadába, és onnan állította fel jelenlegi állományát. Nálam úgy működik, hogy első, hogy nagyon higiénikusan legyenek a cicák nevelve, tehát külön szobájuk van a cicáknak, külön macska szoba, ami azt jelenti, hogy mászók, a fekhelyek, minden, ami a macskák igényeinek megfelel, és nálunk az elsődleges a macska tartás. Az elmondottak alapján is érződik, hogy a macska tenyésztést csak szívvel, lélekkel és rengeteg odafigyeléssel érdemes csinálni. Egyébként a Felis Hungarica már az október végi macska világkiállításra készül, amelynek Bécs ad otthont. A szemlén a Magyar Egyesület mintegy 50 macskával képviselteti magát.